Mecenatúra díjátadó volt az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ott készült a most következő kis összeállítás. Az Uránia Filmszínházban megtartott rendezvényen, a Magyar Média Mecenatúra programjában támogatott és egyben a tavaly őszi filmhéten bemutatott filmek legjobbjait ismerték el. A Berni követ, a nagy fafilm, a másik Magyarország, három nagymamám volt, és a Vágy, hogy indiánok lehessünk című filmek alkotói nyertek kategóriájukban a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának mecenatúra díját adóján. A magyar filmipar és ezen belül a televíziós filmipar tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy addig még ez a program nem volt egy elég mostoha gyerek szerepében szerepelt, hiszen a filmalkotók nehezen jutottak bármilyen financiális forráshoz. Ezzel a pályázati lehetőséggel viszont nagyon nagy teret és lehetőséget kapnak. Milyen ötletekkel érkeznek a filmesek? Mennyire lehet válogatni belőlük? Mennyire kreatívak az alkotóink? Nagyon kreatívak az alkotók. A kiírásokban azért legtöbbször van egy nagyjáboli téma megjelölés, például az idén indított történelmi filmpályázatunk a történelmi évfordulókra fókuszál, és ezekből a média tanács által felkért zsűri, illetve bíráló bizottság választja ki azokat az alkotásokat, amelyek aztán pályázati forrásban részesülhetnek. Azt kell mondjam, hogy mindig a többszörösét vagyunk kénytelenek elutasítani forráshiány miatt. Tehát a forrásaink többszörösét ki tudnánk osztani remek jó alkotóknak és reménybeli alkotásoknak. 47 film, 140-nél több filmfesztiválon és egyéb filmes szemlén szerepelt, több mint 50 díjat hozott el, tehát azt gondolom, hogy ez bizonyítja a minőséget és a pályázataink jó irányát. Azt már megtudtam, hogy dr. Posfai György akadémikus összegyűjtötte Magyarország legnagyobb fáit, de a te filmedben miért ez a tölgyfa a főszereplő? Egy olyan fát kerestünk, aminek az alakja nagyon szép, és szép helyen van, és ezért mi a Posfai György térképét követve bejártuk a jó nagy tölgyeket országszerte, és végül egy olyat találtunk, ami a helyszínben is, a lombkorona formájában is gyönyörű volt, ezt a Gerecsében találtuk meg ezt a fát, és akkor ehhez jártunk vissza 4 évszakon keresztül. 52 percben a nagy fáról szól a film. Hát azon túl, hogy ő a egyik legnagyobb fája Magyarországnak, hogyan lehet körbejárni egy ilyen nagy fa életét? Hát arra fektettük a hangsúlyt, hogy megpróbáljunk valahogy azonosulni a fának az idejével, ugyanis a fának egészen máshogy telik az ideje, mint az embereknek vagy az állatoknak, sokkal egy más idősíkon létezik, és ezért nagyon sok olyan filmezési technikát alkalmaztunk, ami nem valós idejű, vagy fel van gyorsítva a felvétel, vagy nagyon-nagyon le van lassítva. És ezeknek a képeknek az elkészítéséhez mi bejártuk a fát a legaljától a legtetejéig, tehát mi kiépítettünk különböző standokat, fent is aludtunk sokszor a fán, kamerákat helyeztünk el a lombkoronában mindenütt, és így sikerült egy nagyon picit visszaadni a tölgy életéből, tényleg csak egy nagyon picit. Ez egy igaz történeten alapuló rajzfilm. Igen, igen, abszolút az. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy annyira feldolgozhatatlan családom van, hogy tudok belőle rajzfilmeket csinálni. Így váltja az ember az életét apró pénzre, és hát, hogy ez ennyire szórakoztató mindenkinek, akkor valószínűleg kell is csinálni. Sok év után először volt megint egy ilyen lehetőség, hogy a
kis-nagy műfajok alkotói díjazásba részesüljenek, ezért aztán mi is úgy gondoltuk, hogy komolyan vesszük a dolgunkat, és végignéztük mind a 121 alkotást. És azt kell, hogy mondjam, hogy jót tettük, mert amikor az ember így egyben megnéz 121 különböző filmet, kisjátékfilmtől, ugye dokumentumon keresztül mindenfélét, nagyon sok mindent meglát, megérez abból az országból, abból a világból, amiben él, amit lehet, hogy a mindennapok mellett a különböző webes felületeken nem nagyon vesz észre. Úgyhogy fontos dolog az, és nagy tanulság ennek a zsűrizésnek, hogy az embernek nyitottnak kell maradni, és meg kell nézni mindent, mert az a sok minden az engem gazdagít, és hogyha mindenki így van, akkor tulajdonképpen ezek az alkotások, amik adókfizető forintokból készülnek, azok elérhetnék hatásukat. We'll be right back.